és a felvezetést is. Tisztelt képviselőtársaim, a trianoni békediktátum legszégyenteljesebb fejezete a nyugati magyar vármegyék megcsonkítása, ugyanis csak itt vették figyelembe az etnikai viszonyokat, a leszakított részek lakossággal túlnyomó rész német ajkú volt. Az összes többi új határ mentén 1,5 millió magyar került idegen fennhatóság alá, ott nem törődtek az etnikai viszonyokkal, a kisantant féktelen mohóságának engedtek válogatás nélkül. A vesztes osztrák-magyar monarchia két uralkodó nemzetek közül azt sújtották jobban, amelyik eredetileg nem is akarta a háborút, abba tulajdonképpen belekényszerült. Magyarországot nem csak megcsonkították, hanem a magyar nemzetet ezzel külön megalázták. A nyugati magyar vármegyékből lehasított területeket az osztrákok Burgenland néven egyesítették. Ezen területen az 1910-es népszámlálás szerint 26.500 magyar élt, az összlakosság 9%-a. Számuk 1981-re 4.200 főre csökkent. A magyarországi rendszerváltozás, Magyarország úttörő szerepe a térségben meglepő fordulatot hozott. A burgenlandi magyarok száma 6.800-ra emelkedett 1991-ben. Az ausztriai magyarok másik csoportja az óhazából, kivándoroltakból áll, jelentős részük 1956-os menekült. Nagy részt a fővárosban, Bécsben élnek, összlétszámuk 19.000 fő. Európai Unióba belépésünk óta jelentősen megnőtt az Ausztriában dolgozó vagy más okból ott tartózkodó magyar állampolgárok száma, 2012 elején 45.500-an voltak. Helyzetük azonban nem képezi jelen felszólalástárgyát. Az 1955-ös osztrák államszerződés a burgenlandi kisebbségek jogairól nem rendelkezett, a magyarokat meg sem említették. Az 1960-as években kiéleződő dél-tiroli kérdés azonban megváltoztatta az osztrák kisebbségpolitikát. Az 1976-ban elfogadott népcsoporttörvény szabályozta először a kisebbségek helyzetét, a konkrét részletek kidolgozását azonban a központi és a tartományi kormányra ruházták. 1979-ben jött létre a Magyar Népcsoporttanács, melynek azonban csak tanácsadói joga van, a magyarokat érintő döntéseket nem hozhat. Ausztriában jelenleg égetően fontos kérdésnek tartják a népcsoportok jogaik megreformálását, kiterjesztését. A kormány 2009-ben bejelentette az 1976. évi népcsoporttörvény módosításának szándékát, sőt, kilátásba helyezte az autonómia kereteinek megteremtését is. Felkérték a népcsoportok tanácsait közreműködésre. A Magyar Népcsoport Tanács az egyesületi önállóságra helyezi a fősúlyt. Belső önrendelkezési jogot kérnek kulturális és anyagi téren, elvárják, hogy az állami támogatást szabadon használhassák fel. Fontosnak tartják az anyanyelv használatának kiterjesztését a hivatalos ügyintézések során és a nyilvános feliratok területén. A kormány nemhogy autonómiát, de a népcsoportok alapvető követeléseit sem építette be a törvénytervezetbe. A népcsoport tanácsok tiltakoznak, a helyzet pillanatnyilag teljesen nyitott. A magyarok érdekérvényesítési lehetőségeit belső megosztottság, rivalizálás nehezíti. Miért ellenmondásos az ausztriai magyarok helyzete a többi 6 utódállamban élő magyar nemzeti közösséghez képest? Ennek oka, hogy egyedül nyugati szomszédunknál nem volt kommunista diktatúra, náluk minden állampolgár szabad életet és jólétet élvezett az elmúlt évtizedekben. Nem üldözték a nemzeti kisebbségeket, közvetlen asszimilációs nyomás sem volt. Ugyanakkor nem adták meg a kulturális autonómiát sem a kisebbségeknek, így Dél-Tirol fényébe kettős mércét alkalmaznak. Tisztelt képviselőtársaim, a magyar külpolitika feladata felhívni a figyelmet erre az ellentmondásra. Az Ausztriával ápolt kiváló kapcsolatok ehhez jó alapot nyújtanak. Fontos körülmény, hogy semmiféle diszkrimináció nincs a magyarokkal szemben, minden népcsoport hasonló helyzetben van. Így ez a kérdés adott esetben
kivihető a közép-európai térbe is. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Megköszönöm.